Sziasztok! Juhász Kristóf Nemzetközi Mester vagyok, és ez az olasz leckék második része, amit már sokan vártatok. Nagyon fontos, hogy aki még az első részt nem látta, annak javaslom, hogy ezt pótolja még a videó megnézése előtt. Ott az n 4 e 5 20 f 3 20 c 6 futó C4 és a 20F6-os lépésre koncentráltam ott, és annak néztük meg a csinyát, binyát. Nagyon szépen köszönöm a pozitív visszajelzéseket a videóval kapcsolatban. Nagyon sok megtekintés van rajta, illetve nagyon sokan kommenteltetek, vettétek a fáradtságot, és nagyon sokan tényleg hozzászóltatok, amit nagyon-nagyon szépen köszönök, és tényleg jó esik a pozitív visszajelzés. A mai videóban alapvetően a, a, minden egyéb lépést fogunk megnézni, de elsősorban a 20 6 melletti másik fő lépésre, a futó C5-re fogunk koncentrálni, hiszen ezt a lépést is rengetegen legalább annyira játsszák, mint a 20 f 6 ot úgyhogy erre is fogok nektek ajánlani eléggé jó kis dolgokat, de előbb nézzük meg, hogyha sötét valami kevésbé ismert lépéssel rukkol elő, hogy akkor, hogy akkor hogyan reagáljunk. Legyen az első ilyen az, hogyha Huszár D4-et lép a sötét, ez a Costic csel. Erről Ármi már egy korábbi videójában egyébként beszélt nektek, de azért kicsit elevenítsük is fel, hogy mi itt a lényeg. Huser D4 az, azért nem lehet egy annyira túl jó lépés. Hogyha belegondolunk, akkor a harmadik lépésnél tartunk, és egy tisztel már kettőt lépett a, a sötét, ami szembe megy a mennyitási alapelvekkel. Érdemes mindig inkább új figurát hozni a játékba. De ez tulajdonképpen egy trükkre alapszik ez az egész változat. Méghozzá arra, hogyha világos itt muhó módon leütné Huszárüti előtt a gyalogot, akkor az nem lenne annyira túl jó, mert erre érkezne egy eléggé kellemetlen kettős támadás vezér G5 formájában, és a vezér most E5-re is, illetve G2-re is támad ami euh, eléggé kellemetlen a számunkra, és amikor tovább eprészünk itt huszárüti F7-tel, akkor ide beüt sötét vezérüti G2, elmegyünk a bástyával, és euh, innen egy kettő lépéses eh, sakmatot fog nekünk beadni a sötét, sak ide és Huszár F3-mal sakmat. Hát így elég csúnya lenne így elveszíteni egy partit hét lépésből, úgyhogy erre nagyon-nagyon vigyázzatok, de hogyha ezt a videót megnézitek, akkor biztos vagyok benne, hogy ebben nem fogtok soha beleesni. Ugyanis Huszár D4-re nem Huszár üti előtt a jó lépés, semmiképp se azt lépétek, hanem a Huszárt üssétek ki, ezzel eleve egy dupla gyalogot okozunk az ellenfélnek, ami azért már egy jó kezdet a számunkra. Elsáncolunk, és sokkal-sokkal jobban ki vagyunk fejlődve, gyakorlatilag két tempó előnyünk van, plusz, ahogy említettem, izola, nem izoláld, de dupla gyalogja van az ellenfélnek. 20 F6-ra előttel itt rátolnánk a, a centrumot sötétre, és itt sötét eléggé nagy bajban lenne, mert, mert még további tempókat kéne elveszítenie a huszárral. Hogyha pedig futó c érkezik, akkor az első feladatok, első feladatok meg is van a számotokra. Itt egy picit-picit állítsátok meg a videót, és világos lépés anyagot nyer. Kérdésem az, hogy hogyan. Bizony, futóüti f7 lesz itt a ö, nagy lépés, és ez arra alapszik, hogyha király üti f 7 ezt visszaüti a sötét, akkor vezér h5, megint csak egy igen-igen kellelmetlen kettős támadásba ütközik, és ö, király e7, ezt is leütjük, hát itt tényleg dominószerűen omlik össze a sötétnek az állása, úgyhogy világos, itt teljesen nyerve lenne. Úgyhogy Huszár itt a konklúzió, hogy lényeg, hogy a D4-et üssük ki, és akkor biztos, hogy jól, jól fogunk jönni a megnyitásból. Milyen egyéb lépések vannak? Van ilyen, hogy H6. Ez a H6, ez igazából ez az anti fried liver változat, ugyanis azok szokták lépni ezt a H6 lépést a harmadikba, akik úgy félnek a huszár G5-től, mint a tűztől. Gyerekversenyeken egyébként nagyon sokat látom ezt a H6 lépést hogy véletlenül se legyenek komplikációk. Nem ajánlom ezt sötét játékosok számára, egy kicsit túl passzív lépés. De nézzük meg, hogy mi történik H6 után. Erre meg kell büntetni ezt a lépést, hogy így vesztegeti az időt a sötét, és d 4 itt a centrumba feliratkozunk világossal, elüti D4, huszárüti D4, huszár F6, Huszár C3, és nagyon egyszerű a játékunk, alapvetően szeretnénk elsáncolni, bástya egyel hozni a figurát, a új figurát a játékba. Sőt, itt, egyedül futó b 4 el tudja megpróbálni egy kicsit ezt a harmonikus kifejlődést, kifejlődési tervet megzavarni, de semmi gond, erre 20 üti C6, B üti C6, és itt is elsáncolunk, annak ellenére, hogy elsőre ez egy gyalogveszteségnek néz ki, Hogyha sötét elsáncol, akkor akár csak az előző változatban most is előttel elsöpörjük őt, tehát tényleg itt óriási e, térelőnyünk és fejlődési előnyünk lenne, úgyhogy ez úgy rossz, ahogy van. De hogyha rövid sáncra, nézzük meg, hogy mi van, hogyha sötét futőti C3-at lép, és beüti C3-ra, huszárüti E4-et. Na most itt elsőre úgy tűnhet, hogy mondjuk egy bástya egyen mindent megoldunk, de, de arra még lenne d -ja a sötétnek, és nem, nem is annyira egyszerű a helyzet. Úgyhogy egy újabb kérdésem van számotokra, mit az a legkellemetlenebb lépés, amit világos most meg tudna lépni, ami nem engedi sötétet sáncolni, ugyanakkor egy új figurát hoz a játékba, nem azt mondom, hogy egy vége van teljesen a partinak, de nagyon-nagyon-nagyon kellemetlen helyzetbe kerül a sötét. Itt egy kicsit állítsátok meg a videót, és gondolkozzatok el. Futó a három nagyon-nagyon-nagyon finom lépés. Ez különböző megnyitásokban előfordul egyébként ez a sunyik is futó lépés, mint például a francia védelem Vinaver változatába, egy eléggé gyakori vendég, és egyszerűen nem, nem tud sáncolni a, a, sötét, hiszen az F8 mezőt azt ugye így ezáltal befedjük, és hiába hárít egy D6-tal, akkor lépünk Bástya egyet. És óriási bajba van a sötét, hiszen d 5 után megint nem tudna sáncolni, és örökre középen maradna a király. világos itt teljesen nyerő állást a tenne szert. Úgyhogy H6-ra, d 4 és tényleg nagyon-nagyon szép állásunk lesz. Illetve egy harmadik változat, a Futó E7, mielőtt rátérnénk a fő Futó C5-re ez a futó E7-es változat. Bizonyos források a magyar védelemként hivatkoznak erre a lépésre, ez vitatható, hogy ezt tényleg magyar védelemnek hívjuk-e vagy sem, de ízlések és pofonok. Ez is egy passzív lépés, a futó céltön sokkal-sokkal aktívabban áll és ezt is meg kell, hogy büntessük. Igazából D4 lesz megint csak a jó lépés. A futó E7 az arra alapul, hogyha a világos elsáncolna, akkor most büntetlenül tudna végre 20 F6-ot lépni a sötét, hiszen a 20 G5 lépés az itt egy teljesen felesleges lépés lenne, és ez nagyon fontos itt leszögezni, hiszen több gyermekversenyen láttam már, hogy ilyen állásokban, hasonló állásokban is kitámadnak a gyerek gyerekek huszár g vagy kezdőbb sapkozók, és rám mennek az F7 pont gyengeségére, mert megtanította nekik az edzőbe, hogy hú, hát amikor a futóval, meg a huszárral is itt F7-re tudsz koncentrálni, akkor, akkor mindenképpen erre menj rá. De ez itt most nem jó, mert hogyha erre sánccal tud válaszolni a sötét, akkor anyagilag igaz, hogy egyenlően fogunk kijönni a f en való ütések után, de, de higgyétek el, egyáltalán nem éri ez meg világosnak. Nézzük meg egy példát, de ez egy rossz példa világos számára, tehát ezt ne próbáljátok ki otthon. Futőti F7, vissza, leüt vissza, és igaz, hogy pont számilag 6 pontot kaptunk, hiszen egy bástya meg egy gyalog érkezett a konyhára, két könnyű tisztér egy futóért és egy huszárért cserébe, de sötéttel ez gyakorlatilag ez egy nyerőállás, hiszen a két könnyű tiszt sokkal jobb, sokkal harmonikusabb, úgyhogy ilyenkor ne üssétek be, ne, ne, is lépjetek huszár G5-öt, hogyha sötét sánccal tud reagálni, mert egyszer nincs neki értelme. Sokkal inkább lépjetek futó e 7 D4-et, ez a uh, személyes javaslatom. Tehát itt tényleg az ilyen gyanús lépésekre, mondhatni, hogy mindig D4-et kell lépni. Üm, hogyha elüti d hogyha D6-tal tartaná a centrumát a sötét, akkor akár lehet DUT is belemenni egy sokkal jobb végjátékba, de én itt a sáncot preferálom, hogy egy kicsit fenntartsuk még itt a feszültséget. Mindkét esetben jól állunk. Bár DUT van egy ilyen csapda, hogyha huszára ütne a sötét, inkább gyaloggal kell, hogy üssön, akkor 20 üti előtt, DUT után. Válaszoljátok meg nekem kérlek a videó megállítása után, hogy világos, hogyan tudna itt egy gyalogot összerezni minimum egy gyalogot nagyon kellemetlen módon öm, a sötét számára így van, itt vezér H5 kettős támadás, az megint csak el tudná dönteni a partit, úgyhogy ez nagyon kellemetlen lenne. De d itt azért ezt leszokták ütni általában, elüti D4. És itt egy nagyon trükkös változatot ajánlok nektek. Persze 20 D4 visszaütéssel sem lenne gond, de ez a C3, ez rengeteg mérget tartalmaz magában. És egy nagyon-nagyon érdekes kis változat. C3-ra itt a Huszár a a legjobb lépés, ami még egyébként tartja magát, és futó E2, D C3, Huszár üti C3 után világosnak egy jobb állása van. Igaz, hogy van egy gyalog hátrányunk, de óriási kompenzációnk van érte. Huszár a tábla szélén sötétnek, ami tudjuk, hogy Huszár a tábla szélén sírás a parti végén, vagy ahogy Ármin szokta mondani, Huszár a tábla szélén sakkozónak szégyenkinek, hogy tetszik. Tehát ez tényleg itt rengeteg tempunk van a áldozott gyalogért, mindenképpen megéri ez a világos, világosnak ez az egész. De C3-ra, hogyha sötét, itt elmegy megint csak eprészni, és mohó módon ezt leüti, akkor egy egészen forszírt változat jön ki. Még egyszer nézzük meg, hogy hogyan jutottunk el idáig egy kis ismétlésképpen. Tehát futó elhetet válaszol itt az olaszra a sötét. D4, sötét ezt leüti, elüti d 4 jel C3, és D C3. Erre, itt világosnak van egy nagyon-nagyon erős lépése, vezér D5. Ennél direktebb módon az F7-re nehéz lett volna jobban rátámadni, és mit tud így csinálni egyszerűen a, a sötét? Ami nagyon érdekes, hogy az adott bázisokban nem egy és nem kettő olyan partit találtam, ahol ebbe az állásba feladta a sötét a partit. Megdöbbentő módon, ami abszolút korai lenne még. Igaz, hogy problémákkal néz szembe, de hát, hogyha életben is, hogyha problémával nézünk szembe, akkor nem azonnal feladjuk, hanem azért elgondolkozunk, hogy mi a maximum, amit ki tudunk ebből a adott helyzetből hozni és igaz, hogy huszár H6, ami egyébként abszolút az egyetlen lépés, először úgy néz ki, hogy teljesen veszít futóti H6 miatt, de nem teljesen így van ez, mert sötét most elsáncol, és két fenyegetése is van egyszerre, egyrészt szeretnék kiütni a futót H6-on, másrészt pedig C üti B2-vel, szeretne ide is beütni. És most el kell gondolkoznunk, hogy mi a legjobb lépés. Ben Feingold egy korábbi videójában egyébként egy elég rossz lépést javasol, és ezt szeretném megjavítani. Ő itt futó c 1 mond a saját kis anyagában, de itt 20 B4 után, sötét, elég sok tempót kap, és, és egyáltalán nem lesz egyszerű ez az állás. Sőt, Sőt, itt, itt inkább sötéttel lennék. De itt rövid csántra egy sokkal erőszakosabb és uh, szebb lépésünk van. Futóüti G7, itt a, a poén igazából. Királyüti G7, huszárüti C3. Visszaadjuk a tisztet, de szívesen tesszük ezt, hiszen most a sötét király abszolút sebezhető, és nagyon-nagyon gyenge lesz itt a uh, király körül az összes mező, D6 elsáncolunk, futó e lépünk egy vezér D3-at. Egyébként ez időzőjelben csak egy plusz egyenlős állás, de azt gondolom, hogy egy gyakorlati partiba virágossal sokkal-sokkal egyszerűbb játszani, és nagyon-nagyon jó esélyeink vannak. Úgyhogy mind a H6-ra, mind a futó E7-re lépjetek, legyetek bátrak, és lépjetek D4-et, és zavarba fogjátok hozni vele az ellenfeleteket. Jó, akkor térjünk rá itt a, a fővonalra, amit elsősorban hoztam nektek a mai napra, a Futó C5-re. A Futó C5-nek az a nagy előnye, hogy most természetesen 20 g 5 az egy óriási baki lenne hiszen a Huszár F6-ra lehetséges volt a Huszár G5, de itt most vezérüti g 5 lesz kiütni a sötét, és akkor jól megnézhetnénk magunkat, tehát ezt most természetesen nem lépjük. Az előző videóban egyébként többen is írtátok, hogy kommentben, hogy az Evens chart, azt nagyon szívesen megnéznétek arról egy videót a B4-et. Én most nem ezt javaslom ugyan az olasz futó c változat ellen, de az Evils is egyébként egy rendkívül érdekes lehetőség világos számára, futóti B4 C3, aki szeret gyalogot áldozni, szeret a kezdeményezésért játszani, nagyon-nagyon bátor játékos, annak az Evans is egy tök jó kis lehetőség lehet, vagy egy tök jó kis meglepetés fegyver lehet, tehát hogy néha-néha bizonyos időközönként bedobja, hogyha úgy látja, hogy a versenyhelyzet, vagy az ellenfél ezt követeli meg, hogy, hogy kockáztassunk. Persze azért itt is sötétnek megvannak a maga útjai, hogy hogyan érdemes erre reagálni, de, de közel sem egyszerű. b topjátékosok is szokták játszani. Sokat gondolkoztam egyébként, hogy még változatot javasolja, mit most, ugyanis itt számos lehetősége van fehérnek, nagyon-nagyon-nagyon sok, rengeteg cseljáték van, de a játékokkal az az egy baj, hogyha sötét tudja a helyes reakciót, akkor általában elég stabil, minimum egyenlő állással tud kijönni, hogyha mindent megtanult, és én egy olyan repertoárt szeretnék most javasolni nektek, ami a, egészen a kezdő az egészen haladó szintig ö, megfelelő lehet, és hiába készül rá az ellenfél, akkor is ö, teljesen jó dolgokat fogtok kirakni rá. Tehát tényleg ez a videó ez mindenféle szintű játékosoknak szól, és azt gondolom, hogy ö, ezért jó, amit választottam végül. C3, ezt a sorrendet ajánlom. Huszárf6 és most D3. Ez a lassú olasz, én így szeretem ezt hívni, a lassú kezelése az olasz megnyitásnak. A D4 természetesen, hogyha egy kicsit visszamegyünk, az egy sokkal dinamikusabb lépés, nem jelenti azt, a dinamikusabb, hogy jobb is. Te, teljesen más, tehát tényleg tűz és víz a kettő. Például Szó Veszli az ő csesséből kurzusába D4-et ajánl, Anis Giri a sajátjába D3-at, tehát még top-top szinten is megosztó, hogy ki melyik lépést preferálja. D4-re egyébként le kell ütni, és akkor van ez a régi főfáltozat, hogy C üti d csak sajnos futó b csak pont tempóval jön, és nem annyira egyszerű, ez mégsem világos számára, illetve D4 elüti D4-re, ez az E5 lépés még, ami egy nagyon érdekes változat, és erre az utóbbi pár évben rengeteg érdekes partit láthattunk, viszont itt nagyon-nagyon fontos és sötéttel egy közbeiktatott lépést mindenképpen meg kell húzni a D5-öt, és utána pedig, amikor elmegyünk futóval beugrani e re a, ennyire a, a és sötét itt is, hogyha elvégzi a házi feladatát, és jól megtanulja a leírtakat, a megnyitási elméletet, akkor ki fog tudni egyenlíteni a megnyitásból. Ezért én C3 huszár f a D3 lépés mellett teszem le a voksomat, Team Anisgiri vagyok. D3-ra egyébként ez az a nehéz viszont ebbe a lassú olaszba, hogy rengeteg kis lépés sorrendi nüansz van, és ezeket nehéz, nehéz, egyébként követni, de hogyha az ember bizonyos, bizonyos alapvető szabályokat a fejébe Tud rendszerezni, akkor, akkor jobban magától értetődő lesz, hogy mikor mit csináljunk, mikor kezdjünk H3-mal, mikor kezdjünk Bástyángyal, mikor sáncoljunk, mikor lépjünk a négyet. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, és először is szeretnék egy pár kis ilyen trükkel kezdeni ezen a lassú olaszon belül, ami nagyon-nagyon hasznos lesz itt szerintem a számotokra, hogy megértsétek, hogy milyen pró és kontrák vannak a lépés sorrendekkel kapcsolatban. Nézzük azt, hogy a sötét nem sáncol el, és D6-ot lép, ennek önálló jelentősége van, hogy miért nem sáncol még. Erre mi elsáncolunk, sötét lép egy A6-ot, ez az A6 vagy A5 lépés, mind a kettőt fogjuk majd látni, nagyon gyakori az olasz megnyitásban a sötét számára. Nagyon egyszerű, hogy miért, hogyha majd B4-ekkel rátámadunk a futóra, akkor mindig A7-re el tudja dugni oda menedékbe, ezért csinálja ezt. Itt A4 a leggyakoribb lépés. Jól lehet, van egy ilyen változat, hogy futó B3. Valamit itt mindenképpen nekünk egyébként reagálni kell. A6-ra, ugyanis, hogyha itt ülünk a babérjainkon, és például lépünk egy túl korai H3 lépést, akkor pozíciósan, akármennyire is normálisnak néz ki ez a H3, pozíciósan ez egy igencsak nagy hiba. Állítsuk meg a videót, és ki az, aki meg tudja mondani, hogy ilyen esetekben ez miért egy hiba? Azért, mert nem töröttünk a C4 biztonságával. Ez a c4 futó, ez most bajba fog kerülni huszára öttel. És az a baj, hogy nem tudunk futó d5-re menni, se futó b5-re az a lépés miatt, és el fogjuk veszíteni a futó párunkat, márpedig ez a futó az olaszba rendkívül fontos. És itt már, már, már azt mondanám, hogy sokkal inkább ö, sötéttel lennék. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy húzzuk meg az A4-et, vagy a futó B3-at. A futó B3-nak az a lényeg, hogy 20A5-ökre futó C2-vel el tudjuk dugni a futónkat. Én inkább A4 párti vagyok egyébként, és ezt fogom ajánlani. De nézzük meg, futó B3 rövid sánc, 20BD2, H6. És itt, hogyha egy teljesen természetes, ártatlan lépés lépünk fehérrel, akkor már is óriási bajba tudunk kerülni. Itt a H3, Futó E6 és Futó C2 a helyes változat világos számára, ez teljesen játszható. Viszont, hogyha bástya E1-el kezdünk, sötét Futó E6-ot lép, ez a Futó E6 is egy olyan lépés, hogy egyébként nagyon-nagyon sokszor meglépi a sötét, és azt szoktam javasolni általában ilyenkor, hogy ne üssünk le E6-ra. Akármennyire is csábítóan néz ki, hogy itt egy dupla gyalogot okozunk az államfél számára, nem éri meg, hiszen kinyitjuk ezt az alvó oroszlánnak a helyzetét, az F8 bástya helyzetét, és már ő is, meg a futó is itt F2 fele fog majd kacsingatni, és amikor elmegy majd a huszár f akkor nagyon nagy nyomás fog kifejteni itt az F a sötét, és el nem tetszik, tehát ne, ne nyissuk ki, ilyen helyzetekben inkább várjuk meg, hogy ő is, is mai futónkat, de, de nem, nem mi kezdeményezünk a cserét. Hogyha Bástya elment már F8-ról L8-ra, akkor már egy fokkal jobb. De itt futó C2-vel, hogyha gyanútlanul elviszi a világos a futót, akkor tényleg egy teljesen természetes állásnak tűnik, de nem az, sötét lépés nyer. Állítsátok meg a videót. Ez egy nagyon-nagyon jó kis, kicsit, kicsit haladóbb feladat. Találjátok meg, hogy mi, mi itt, mi lehet itt a gubanc. Mutatom is. Huszár G4, direkt lépés. De azt gondolhatja világos, hogy jó, hát semmi gond, Bástyák 2 mindent itt kivédek. De nem, nem, egyáltalán nem. Futő F2-sak, Bástyő F2, és természetesen nem azért csinálta ezt a sötét, hogy utána a Huszárral is bejusson, hiszen azt a videó én elmondtam, hogy számunkra egy teljesen kedvezőtlen csere lenne, hanem Huszár E3 itt az óriási poén, és sötét, ugye egyszerre kettő figurát is megtámad, és ez nagyon kellemetlen lesz itt a világos számára, vezérel kettő ide, és amikor elmegy a bástya, még az A2 gyalog is lóg 6 futó által, úgyhogy ez teljesen, teljesen rossz itt a világos számára, és sötét nyernél. Gyönyörű kis trükk egyébként szerintem. De maradjunk annál, hogy D6 rövid sánc A6-ot lép a sötét, és itt ugye az egyik módja, tehát fel kell, hogy készülve legyünk a huszára öltökre, az egyik módja, hogy futó B3, futó C2-vel bújtatjuk el a futónkat, de én sokkal inkább az A4-et javaslom. Ennek az az értelme alapvetően, hogy huszára öltökre bármikor futó A2-vel békésen el tudjuk dugni a futónkat, és akkor majd utána B4-ek is jöhetnek, tehát ez a huszára 5 lépés az értelmetlen lenne a sötét számára a négy futó a héttel menedékbe eldugja itt most a futót a sötét. Itt a, a bástya E1 lesz a főlépés, de egy másik tanulságot szeretnék mutatni. Tegyük fel, hogy lépünk egy huszár BD2-t, ezzel sincsen semmi gond, H6. És egy nagy-nagy tanulság, mikor lépjen világos H3-at? Mert egyébként a H3 mindig beleillik, az olaszba világossal, de mikor lépjük meg, hadd adjak egy ö, baráti tanácsot, akkor lépjünk H3-at a legtöbbször, hogyha az ellenfelünk már elsáncolt rövidre. Különben várjunk, inkább lépjünk például itt most egy bástya egyet. De miért? Azért, mert hogyha H3 jön, akkor sötét, nagyon könnyen vérszemet kaphat, és g nekünk ugorhat és H3 gyengítés, mert a G4-ek, H5G-, G4, futőti, G4, aztán H5, H4, itt a nyakunkra jön az ellenfél, ez rendkívül kellemetlen tud lenni, tehát ezt ne, nem ajánlom egyszerűen. Úgyhogy maradjunk annál, hogy itt uh, bástya egy, és erre, hogyha következik egy uh, rövid sánc, akkor ez egy nagyon-nagyon-nagyon ilyen uh, standard állás igazából, ahol uh, H3. Itt már, hogy elsáncolt a legjobb lépés lesz, és erre mindjárt vissza is fogunk majd kanyarodni erre az állásra, de hogyha e, például itt is világos, nem lenne tisztába azzal, hogy sáncra már jó a H3, és Huszár BD2-vel kezdene, akkor e, sötét ezt ki tudná használni, e, szintén eléggé rámenős módon, Huszár G4 lépéssel. Igaz, hogy megint van kettünk, és hogyha még egy tempót kaphatnánk, hogy H3-mal visszazavarjuk ezt a huszárt, akkor tökéletes lenne minden. Csak nincs meg az az egy tempunk. és sötéttel itt egy elképesztően ravasz lépés van. Egy picit gondolkozzatok el, állítsátok meg a videót, hogy mi lehet az. Hát ezt nagyon kíváncsi vagyok, kíváncsiak, hogy hányan uh, találtátok el. Király H8, akár két felkiáltójulát is adhatunk erre nagyon-nagyon finom lépés, és az a lényege, hogy H3-ra f jön. Óriási lépés. És H5 G4, F5 G4 után itt teljesen minden a világosnak a nyakára szakad. Vezér H4-ek jönnek, G3, az F2 lógni fog. Itt sötét nyerve van, tehát ezt senkinek nem ajánlom, hogy ebbe beleessen. Úgyhogy amint csáncolt a sötét, itt a H3 az már teljesen egy jó lépés lesz, és egyébként egy teljesen tipikus olaszba vagyunk, ahol fekete D6-A6-tal játszik. Itt uh, egyébként azt javaslom, hogy uh, mert H3-ra, itt 20 E7 szokott jönni leginkább, tehát azt javaslom, hogy futó E6-ra itt se üssünk le, E6-ra, ahogy azt ugye az előbb említettem, hogy milyen logikát követve ne üssünk le, hanem 20 BD2-vel egyszerűen csak fejleszünk magunkat, és majd üsönő C4-re, a 20 üti c 4 hogyha akar, és ő hozzon inkább minket a nyakára. De itt 20 E7 például egy gyakori manőver szokott lenni, hogy G6-ra ide átvezényeli a, a sötét a huszárt erre D4-et érdemes meghúzni. A Huszár E7-nek a D4, ez megint csak egy ilyen nagyon szokott párja szokott lenni, de nagyon fontos, hogy csak is akkor húzzunk D4-et, hogyha az E4 gyalog, hogy ez be van védve a bástya által, mert különben gyalogveszteség lenni, de lenne, de így ez oké. Okay. D4 Huszár G6, Huszár BD2-vel fejlődünk. Ez, hogy a Huszár kirakjuk BD2-re, ugye ez akár csak a spanyol megnyitásba, akár be a lassú olaszba. Egyébként a spanyol és a lassú olaszba rengeteg áthallás van. Nagyon-nagyon sok hasonló terv van. És itt a világos Huszár BD2 utána nagyon tipikus tervét fogja választani. Ezt mindenképpen jegyezzétek meg. Huszár F1 és Huszár G3. És esetleg később majd Huszár F5-tel szeretnénk ide bejárni magunkat. Tehát ez az oka annak, hogy az olaszban nem C3-ra szokta világos tenni a huszárját, hanem BD2-re, hogy utána ezen a szép kis útvonalon tovább tudjon menni sötét itt, hogyha C6-ot lép, akkor futó F1-et lépett itt Magnus Carlsen egy nagyon finom kis lépés. Huszár C4-eknek ad, Persze lehetett volna a Huszár F1-es tervet is választani, de C4-en is jól áll a Huszár, ez egy Carlsen karjakén, virágbajnoki páros mérkőzés 2016 karjakén elleni második rapid játszma, ami végül döntetlen lett, de egyébként nyerve volt Carlsen. Uh, hogyha pedig bástya E8 következik, akkor futó B3, itt most szépen itt futó e a futó C2-vel eldugta menedékbe a futóját világos, és c H6 huszár f itt tovább folytatta a tervet Vaséla a szokásos huszár G3-as tervet, és e, itt sötét leütött, c ütünk vissza a legtöbb esetben, és D5-re meg mindig-mindig kivétel nélkül betolunk E5-re, és ez egy Vaséla Nakamura parti Párizs 2017, Virágos megnyerte ezt a partit később. Úgyhogy így a d 6 játékról röviden ennyi. Remélem, hogy sikerült a, a megértést megkönnyítenem ezekkel a kis, kis, trükkökkel, nüanszokkal. No, de nézzük meg, hogyha visszamegyünk itt ehhez, hogy tehát itt tartunk, hogy futó C5, C3, Huszár F6, D3, rövid sánc, rövid sánc és sötéttel itt kétfajta játékmód lehetséges. Vagy D6-tal játszik a sötét, az az egyik, vagy D5. Tehát a D5 ez nagyon-nagyon-nagyon konkrét. Erre le kell ütnünk, itt most nincs más választás, 20 d Ez a változat világosal és sötéttel is igényel komolyabb megnyitási felkészültséget. A D6-os változatok, ott, ott az kicsit olyan lassabb víz, ott, ott ö, rutinból el lehet játszani, itt kell tudni a varit. Itt egy elég hosszú és forszírt változat van, amit most nektek bemutatok. Bástya E1, futó G4, hiszen lógott az E5 gyalog, H3-mal megkérdezzük a futót, futó H5, huszár BD2, alapvetően ilyen huszár E4-el akarunk jönni, de nagyon konkréttá válik itt minden huszár B6 után, mert ezt a futót ezt semmiképpen nem adhatjuk oda. Elvisszük menedékbe futó B3-ra, de vezérüti D3 után itt úgy néz hogy vesztettünk egy gyalogot, és ó hát mi fog itt történni? G4-et azt biztos, hogy nem szeretnénk lépni most még jelenleg, mert az nagyon kiegyengítene minket. Állítsátok meg itt egy pinetre a videót, hogyan tudja itt visszanyerni a gyalogot világos ez a kérdésem. 25 el5-tel ez lesz itt a uh, helyes lépés, 20J5, és uh, vezér F-t érkezik erre itt a legtöbb esetben. futóüti D1-et is tud lépni ugyan sötét, de a 20üti D3 ütünk, és a gyaloggal ütünk vissza, ez lehet, hogy egy kicsit meglepő elsőre, de igazából, hogyha belegondolunk, akkor az A bástyát kinyitjuk és másrészt meg majd b 4 itt ez a gyalogmassza, hogyha egyszer megindul, az tök jó lesz. Futó e B4, itt egy remek-remek parti van, amit mindenki figyelmébe ajánlok, hogy nézzen utána, egy Giri Hari Krishna, Kína 2019-es parti, ahol Giri remek módon nyúzta le ezt a partit itt a végjátékba, a sötétről. Tehát itt a vezér f szokott lenni inkább a szokott lépés, hogyha itt visszamegyünk a 12. lépéshez. És most a vezérünk ugye fenyegetésben van, ugye, illetve az F2 gyalog, ezt 20 erről F3-ra tudjuk hárítani. És sötétel itt a bástya AD8 a legjobb lépés, de hát itt már igazából nagyon könnyű elhúznia magát a sötétnek. Például a bástya F8, itt egyik tanítványom, Centrum kiskolás tanítvány, variból megvert egy nagyon erős játékost, bástya F8. Itt most a g4 az már mehet. Ez szinte végig felkészülés volt az egész parti. futőt G4, visszaütjük, ide király H1, futőti F2, és itt sötét elsőre örül magának, hogy jaj, de jó, kaptam három gyalogot a beáldozott tisztér, meg gyenge a sötét, gyenge a világos király, de nem teljesen ez a helyzet, mert bástya F1, sak, huszár H2, és nagy bajban van a sötét, hiszen az f két figura is lóg, és ennek további anyagi veszteség lesz az ára. Megmutatom itt csak egy pár lépést, hogy hogyan ment ez a 2022-es friss parti. Ide, sak, ide, és vezérhál. Tehát pont, pont mindent így össze tudtunk védeni világossal. Ide, ide, Bástya előtt futó F3 ide, és Huszár E4, után egy világos, teljesen nyerve volt. Ez egy Szanai Bank Royás Reász Parti, Budapest 2022. És Royás Reász egyébként egy nagyon nagy r 4 5 szakértő sötéttel, de itt ezzel a változattal igencsak nagy ö, zavarba hozni. De 20 F3-ra a Bástya AD8 azért a fő lépés, amire vezérel kettőt húzunk. Idáig, hogyha ezt tudjátok, akkor azt mondom, hogy ez, ez teljesen, teljesen, jó. Itt a 14. lépésig eddig ajánlom, hogy tanuljátok meg konkrétan, hogyha belementek ebbe a variba. De egy pár lépést hadd mutassak, itt szintén egy Vásélagráv partit fogunk megnézni, ahogy jött Huszár D5 vezérel 4. Lecserélték itt a vezéreket a küzdőfelek és világos, azt nem mondom, hogy egy picit jobb végjátékhoz jutott, de egy könnyebben, világosan könnyebben játszható végjátékhoz jutott. Utolsó figurát is kihozta a játékba Vasélya Gráf. Bár egy nagyon kis precíz közbeiktatott lépés, itt a d 5 ra terhelünk rá. Ide futó c 1 visszahoztuk, ide futó C2, és nagyon komplex az állás annak ellenére, hogy nincsenek vezérek. Van benne élet, ide-ide. Basilagráf nyerést akart játszani, kiment itt a cseréből, ide B3, itt lépésről lépésre egy picit-picit javítgatta az állását, futó F4 tetszik, és kihozott itt egy izolágyalogos állást, ami egyébként eléggé egyenlőszerű az ellenkező színű futók miatt, de aztán stb. stb. itt szépen lassan, de biztosan egy kapus állás plusz egyenlő is, egy nagyon hosszú partiba, de világos végül megnyerte ezt a partit, ez egy Vasilegráv-Jakovenko Parti, Hantimanszis 2019-ből. És végül az utolsó változat, de az egyik legfontosabb, ami mostanában nagyon-nagyon-nagyon népszerű sötéttel, hogy D6-osan játszik sötét. Most már elsáncolt sötét, tehát simán léphetünk H3-ot, és lépjünk is. Az A6-ra A4 következik, ugye ezt korábban már ezt a változatot kielemeztük. Erre volt a Magnus meg a Kárzen meg a Vásilla parti. A5. Ez a másik lehetőség sötét számára. Tehát nem a 6 hanem a 5 játszik. Egyrészt a futónak megint csak helyet csinál visszafele A7 vagy B6 fele. Ez az egyik eszméje. A másik meg, hogy nem tudunk most B4-et lépni. Ezt is megállítja. Viszont mindennek a sakban van, minden lépés van előnye, meg hátránya. Ez sem képez most kivételt. Ez az A5, ez e, egyébként e, szerintem tényleg az egyik legjobb, viszont a B5 mezőt kipukkasztja, ez az egy gond van vele. Bástya E1-et lépünk, H6, Huszár BD2, futó E6. Ha Huszár, Bástya E8-at lépne a sötét, akkor csináljuk szépen e, tovább a tervünket Huszár F1, Huszár G3-mal, amit ugye megbeszéltünk, de futó E6. Mit gondoltok, leüssük most ezt a futót? Nem, de is, aki figyelt eddig, azt tudja, hogy természetesen nem szeretnénk leütni. Nem mondom, hogy egyébként rossz lépés, csak én nem ajánlom, hogy kinyissuk az F8 de például Firuzától már láttam itt futőt ilyen De az a 5 kihasználva futó b itt egy nagyon-nagyon kis finom lépés. És itt több lehetőség van, de a vezér B8-a legjátszottabb lépés, aminek az az értelme, hogy vezér A7-re, szeretnénk itt átdobni a vezért erre a zártóra, és itt az F2-re e, nyomást gyakorolni. Ez egy elég magas szintű változat, ezt kezdők partijában nem fogjátok megtalálni, viszont topjátékosok meccseiben annál inkább, például Mamedgyarovnak rengeteg partija van erre, Viditnek rengeteg partija van erre, Vidit, aki ezzel a változattal nagyon sok indiai e, sakszürkulót felvidít. Viszont vezér B8-ra mégiscsak a Ding Lirennek van a legtöbb partija, úgyhogy ezt Ding Liren változatnak is elnevezhetjük, akit egyébként, hogyha minden igaz, Ding Lizennek kell ejteni, az a egészen legjobb és ezt ő maga mondta, és a Radzsabov az, aki erre nagyon hákris, és mindig nagyon mérges, hogyha valaki Ding Lirennek mondja ezt a nevet futőti C6, B üti C6, Természetesen nem önkéntes dalolva adjuk le a futópár csak úgy jókedvünkből, hanem azért, mert itt most konkrétum következik. D4. E üti D4, C üti D4 és futó B6 következik ebbe a partiba, amit most, ebbe a giri partiba egyébként, amit most uh, mutatni fogok. A futó B4 a másik lehetőség, mind a kettő előfordul, sőt futó B4 valószínűleg egy picit még precízebb is egyébként. Erre Gredura Benjaminnak, ugye egyik legkiváló magyar sakkozónak uh, volt egy partia 2019-ben a, a Tata Steel Vikánzi, uh, versenyen, ahol Kovágyov ellen játszott, és uh, itt A3-at ajánlok, futőüti D2, huszárüti D2, és itt elég sok nyilat uh, itt behúztam, de um, segítek ezt értelmezni. Világosnak itt nagyon sok terve van, egyrészt néha az is előfordul, hogy két tempót úgymond elpazarolva, de huszár B1, huszár C3-mal feljavítjuk ezt a huszárt, ez egy nagyon mély pozíciós terv, mert itt sokkal-sokkal jobban állna, mint d akkor persze Huszár F1, 20 G3 is előfordulhat, vagy Huszár F3 ből illetve egy jó kis bástya lift, én nagyon-nagyon szeretek bástya liftezni, egyik kedvenc stratégiám, a bástya E3, bástya G3-mal itt felliftezni a bástyával, és fenyegetni a sötét királyt, ilyesmi terveket javasolnék itt világos számára. De itt következik most futó B6, és Anis Giri egy teljesen új ötlettel, koncepcióval állt elő, gyalog A4. Kiváló lépés. Ez nem a számítógépi legjobb lépés, de mégis Giri annyira mélyen ezt kijelmezte, és be is dobta a gyakorlatba, hogy fantasztikus volt ezt látni, és itt egy nagyon-nagyon-nagyon rövid partiban agyon verte az ellenfelét. Bástya L 8 jött. Giri telárulta utólag, hogy volt egy fantasztikus otthoni készülése, mert nagyon bírom ezt Giribe, hogy olyan újításokat oszt meg az emberekkel, amiket én például előszeretettel nézek, és mindig feljegyzetelem magamnak, és sokat tudok ebből tanulni. Ő az egyik kedvenc sakkozóm egyébként. E5, d 7 És akár csak a partiba, akár itt is egy fantasztikus manőver következik. Bástya A3. Nagyon-nagyon jó. Hogyha majd elmegy ez a huszár innen F3-ról, akkor G3 felé szeretnénk bedobni a bástyát megint csak, és ez igencsak kellemetlen lesz a sötét számára. És ö, sötét mit reagáljon erre a Bástya a háromra? Szerintem mindenki azt mondja magába, hogy hát robbantson C5, ez a leg, leges leglogikusabb lépés, és most állítsátok meg a videót, és nézzétek meg, hogy világosan mit lépnétek. Itt valami olyan van, hogy ez aztán nem semmi. És ez nem jött ki a partiba, de Girinek ez lett volna két felkiáltójeles, fantasztikus újítása ebben az állásban. Huszár C4. Elképesztő lépés. Elképesztő lépés, tényleg ilyen. Huszár H4, meg tudom, D üti c egy csomó lépés itt számításba jöhetne, de nem. Huszár C4. Fantasztikus lépés, és az a, az, az eszménk, hogy D üti C4, D5-öt betolunk, futó f Huszár H4, minden tempóval jön, tehát teljesen forszírt a változat. Futó D3-mal próbálja itt becsukni a bástya útját a sötét, de semmi gond. Most jön az agyonverés rész. Futőti H6 két felkiáltója. G üti H6. Básnyőti D3 felkiáltója. C üti D3. És Huszár f után nem lehet mit csinálni. Mattot fog kapni az ellenfél konkrétan. Egyszerűen hát, tényleg nem lehet védekezni. Hiába lép vezér D8-at. Erre sakk ide. Huszárüti H6 és még a vezért is elvisszük, úgyhogy ez teljesen nyerő világos számára. Hogyha pedig a 4 nem ez a D5 jön, tehát sajnos ez nem jött ki a partiba, de Bástya E8 jött. Megint jön a féle Bástya A3-as Rooklift manőver. Vezér B7 ide bemanőver ezt elsősorban, első körben a Bástyát, de még mehetünk majd tovább G3-ra persze a jövőben. Bástya a B8, B3. Ez, hogy B3, és akkor kifejleszteni a futót, ez is nagyon jó, ide. Ö, futó B2 jött a partiba, lehet, hogy futó A3 még precízebb lett volna, ez később mindjárt meg, meg fogjuk érteni. Valószínűleg mondta Giri, hogy egyébként később futó A3-at lépett volna így ö, utólag, de futó B2, hát a király fele néz a futó. D5 robbantás, hát valamit tennie kell a sötétnek, tehát nem, Nézheti ölbetet kézzel, hogy uh, mi történik, hogy itt szépen felvonul a fehér. Erre megbeszéltük, hogy d mindig előtt a válasz. Huszár D7, huszár H4. A bástya liftnek és a vezérnek is megnyitjuk az utat. És uh, Giri egyébként azt hitte, hogy itt teljesen uh, nyerve lesz, és uh, első az fel, ami meg is történt. Egyébként egy Giri-Anton gugyreánok partit nézünk. Uh, 2019-ből csapat Európa bajnokság. Anton Guirano Daviddel egyébként nekem is volt szerencsém egy partit váltani, egy 2700-as legjobb, egyik legjobb spanyol játékos. Hát nem én nyertem a partit, sajnos. De, de, itt Giri viszont megleckésztette őt. És viszont ez volt az utolsó esélye Anton Guirano Davidnek, hogy visszakerüljön a partiba, és kiegyenlítsen. Itt az a nagy-nagy baja a sötét állásának, hogy a sötét király magára hagyta. Így gyülekeznek a fehér tisztek, viszont sötét a vezérét, meg a legtöbb tisztjét a másik szájra, a vezérszányra elvitte, és ez az utolsó lehetőség lett volna, hogy mentse a menthetőt, és egy fantasztikus lépéssel itt a vezérét visszavezényelje a védelembe. Ez egy haladó kérdés, de állítsátok meg, és egy kicsit gondolkozzatok el rajta, hogy hogyan tudta volna visszavezényelni a vezérét a védelembe. Vezér b 4 Vezér Ez lett volna itt a nagy-nagy lépés, és e, futott c3-ra vezér e7, és hiába jövünk ki vezér h 5 támadni, vezér g 5 sőt, pont időben van, és kiegyenlített volna, úgyhogy e, ezért, hogyha visszacsatolunk a 18. lépésre, ezért lett volna jobb a futó A3, mert nem engedi meg a vezér b de ez elképesztően finom eszme, és aki ezt most ért itt a kedves nézők közül, az, az na, gratulálok, mert ő nagyon-nagyon jól érti a sakkot, és uh, nagyon mély uh, sakkértelmezése van neki. De partiba ugye jött a futó, B2 ide, E5, 20 D7, 20 H4, és uh, nem érkezett meg a vezér B4 mentő expedíció, hanem C5 következik a partiban. Erre viszont egy G3 és Edson elsöprő a világosnak a támadása, vezér A6, vezér H5, minden, minden, minden oda néz a sötét király fele, király H8, és még egy utolsó jó lépést e, találjatok meg. Világos tényleg fantasztikusan felvonul, de még, még egy kis szikra kéne, hogy tényleg itt szét tudjuk verni majd a sötét védelmet. Világos lépés, egy utolsó figurát még rá irányít a sötét királyra, hogyan e, sötét védelemre, hogyan tegye ezt. Nagyon-nagyon-nagyon mély, amit lépett a Giri. Itt állítsátok meg a videót, és kicsit gondolkozzatok el. Futó C1. Zseniális lépés. Két felkiáltóját adok ennek a lépésnek, és azt szeretnénk egyszerűen, hogy elmegyünk a d 20 és futőti h 6 tal Bum, beáltozunk. Zseniális. Bástya G8 ide, Huszár F8, és ez az a kategóriájú áldozat, hogy előbb beáldozzuk, és utána gondolkozunk el. Futő TH6. Brutálisan erős. Nagyon jó. És ha GTH, akkor leütjük, és 20 g 5 után teljesen nyerősre állunk. Ha pedig G6, ami jött a partiban, akkor ezt is szétáldozta Giri. Ide, elfütő G6 ide, és 20 H7-re Huszár G5 következett, és mivel itt a védelmet nem lehet tovább tartani, így sötét feladta a partit. No, hát ezekkel a fantasztikus változatokkal készültem nektek így a mai napra. Remélem, hogy érthető volt, és tényleg minden szintű kedves nézőnek tudtam a kedvében járni, és szerintem tudtam nem egy és nem kettő új dolgot mondani. Kérlek szépen ezt a videót is, hogyha tetszett, akkor lájkoljátok, illetve a hozzászólásokat külön nagyon-nagyon megköszönöm, mert ez segít az algoritmust felpörgetni nektek, igazából csak egy-két egy másodperc de nekem, illetve a Centrum a Youtube oldalának sokat jelent. Köszönöm szépen Árminak a meghívást. Írjátok meg, hogy lenne olyan megnyitás, amit még akár az olasz megnyitáson belül, vagy teljesen más megnyitás is lehet. Szívesen hallgatnátok tőlem, csináljak róla videót, vagy esetleg egy gameplay videóba néznétek meg, hogy hogyan hasznosítom ezeket a változatokat világos részéről, úgyhogy írjátok meg kommentben, hogy milyen következő videót látnátok tőlem szívesen, mert nagyon szívesen érkezem vissza hozzátok majd újabb érdekes videókkal. Jó sakkozás nektek, és legközelebb itt fogunk találkozni azzal a videóval, amit majd a legtöbben írni fogtok. Köszönöm szépen a kedves figyelmeteket, sziasztok!